Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági jazzzenekara nyitotta meg a havonta jelentkező Jazzpresso programsorozat évadzáró koncertjét. Ezt követően a Szalóki Classic Jazz Sunday nevű formáció lépett színpadra a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A Szalóki Béla trombita, Gyárfás István gitár, Dennert Árpád fafúvós hangszerek és Sós Márton bőgő által alkotott együttes 30-as, 40-es évekre jellemző swinges alapú amerikai jazz kompozíciókat játszott a közönségnek. A repertoárunk az egészen nagy, tehát itt sok száz dalról van szó, úgyhogy egészen őszintén úgy szoktuk összeállítani, hogy éppen a pillanatnyi hangulatunknak megfelelőbbeket, úgyhogy nem írunk előre műsort. Megvan az első egy-két szám, amit ilyen bemelegítésnek szoktunk szánni, és utána figyeljük a közönség reakcióját, figyeljük a hangulatot, a páratartalmat, a hőmérsékletet, minden kutyafülét, nem ez természetesen vicc volt, a közönségre figyelünk mindig, és igyekszünk úgy játszani, hogy nekik jó legyen. Az alapvetően négy tagú zenekarhoz az est során Balba Éva énekesnő is csatlakozott. A rendezvény sorozat tavaszi évada ezzel a fellépéssel zárult le, melynek kapcsán Gyárfás István, az est házigazdája kifejtette. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan ebben a szezonban is színvonalas koncerteken vehetett részt a műfajt kedvelő 17. kerületi közönség. Nagyon izgalmas évad volt, nyilván hivatalból is ezt kéne mondanom, de egyébként tényleg az volt óriási, a Jimi Hendrix műsorral, a Hal per Laciék, utána a négy női hang, négy évszak műsor, elvarázsoltak bennünket. Én azt hiszem, hogy ez megmutatkozik az érdeklődésen is, és hát fantasztikus visszajelzéseket kapunk vissza, és hát ez is a célunk, ez megmelengeti a lelkünket. A Jazzpresso programfolyam legközelebb szeptemberben folytatódik majd a Vigyázó Sándor Művelődési Központban.